Így nézett ki belülről a karambol a hungaroringi futamon. Összetört kis Norbi autója, majd hatalmas összefogással sikerült másnapra megjavítani a kamiont. Ez volt a legemlékezetesebb futam ebben az évben. Azt gondolom, a Hungaroring az mindenképpen egy ilyen fent és lent és fent verseny volt, hiszen ugye a szombati napunknak ott elég rossz vége lett, hiszen egy balesetbe keveredtünk, ahol ugye elég alaposan összetört a versenykamion, úgyhogy a csapatnak egész éjszaka fent kellett lennie, és hajnalig, reggelig az utolsó percig javítani kellett a versenykamiont, és összeépítgetni, kijavítani a töréseket, hogy aztán vasárnap, ugye a vasárnapi versenynapon újra rajthoz tudjunk állni, és újra sikereket tudjunk elérni, ami viszont sikerült, és ott voltunk, és vasárnap futamokat nyertünk, és ez egy olyan különleges pillanat volt, egy nehéz nap után egy olyan különleges pillanat volt, győzelmekkel visszatérni a törés után, amire azt gondolom, hogy nagyon büszke lehet mindenki. A magyar futamot és a csapatot is támogatja az állami Humda ZRT. A cég vezérigazgatója azt mondta, a jövő is biztosított. Úgy gondolom, hogy mi is tudjuk folytatni azt a fajta együttműködést a Révész címmel, amit megkezdtünk 23-ban, és ehhez még talán egy még fontosabb adalék, hogy ugye azért itt a 23-as évben kérdések merültek fel, hogy a Hungaroringen lehet-e rendezni Európa-bajnoki futamot jövőre, hiszen megindul a felújítása is a Hungaroringnek, ugye pont egy közműfejlesztéssel, ami azért a futamrendezéseket ehhez organizálhatóan némiképpen bonyolítja, de úgy tűnik, hogy találunk olyan nyári időpontot, amikor az Európa-bajnoki futamot vendégül tudjuk látni a Hungaroringen, és erre a Humda szintén a finanszírozást igyekszik biztosítani majd a versenyrendezéshez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jövőre is, hát reméljük, hogy Norbi ezzel a magabiztos teljesítménnyel a Hungaroringen egy, hát reméljük, egy kicsit kevesebb megrázó körülménnyel tarkított, ám de ilyen sikeres verseny hétvégét fog majd maga mögött tudni. Úgyhogy hát igazániból mi nagyon sok sikert kívánunk, és nagyon örülünk, hogy ebbe az együttműködésbe ilyen tudattal és ilyen partnerekkel sikerült belevágnunk, és bízunk a még sikeresebb folytatásban. A Révész Racing csapat tulajdonosa nagyon eredményesnek ítélte a 2022-es évet, hiszen nem csak versenyzőjük lett bajnok, de a csapatuk is. Az igazság, hogy én bíztam a csapatba, főleg Norbiba meg a mérnökbe, és utána mink jöttünk az a csapat, aki összerakta ezt a Révész és a Kecán csapat. Itt ezek ilyen fanatikus emberek, és ezeket szeretem. Amit említettem az elébb, hogy itt nem az, hogy valaki... Szóval itt nincs alkalmazott, ez egy csapatmunka, és mindenki hozzátette, amit kell. Kis Norbert hiába a 4 Európa-bajnoki cím, a jövőben is versenyezni és győzni szeretne. Így készül 2023-ra. Nagyon élvezem a Kamion Európa-bajnokságot, azt, hogy van lehetőség fejleszteni technikai innovációkat létrehozni, és haladni előre, és együtt dolgozni a csapattal ezek tekintetében, és aztán menni a verseny hétvégre, és ott pedig nagyon kedvelem a lebonyolítást, a fordított rajtásos versenyeket, az időmérő edzéseket, és hát ez a cél, hogy ugye tovább finomítsuk a gyémántunkat, amivel egyébként rendelkezünk már, a versenykamionunkat, és aztán jövőre pedig meg tudjuk védeni az Európa-bajnoki címeinket. Szombaton este bárki megnézhet a Nyíregyháza belvárosában a győztes kamiont. Ezzel indulnak a jövő évi bajnoki futamokra is.